Már közel 10 éve hagyományos Tatrálli, vagyis a Lénauház városismereti versenye. Idén 35 csapat járta be a várost, nyomok után kutatva. A versenyzőknek délután 4 óráig kellett leadniuk a feladatlapokat. A városismereti vetélkedőnket a Lénauház egyik korábbi IFA kultúrmenedzsere találta ki, úgymond, tehát ő hozta létre a feladatsort, és azóta most már 8.-9. éve folytatjuk ezt a hagyományt, és nagy örömünkre az idén is nagy létszámú jelentkezőnk akadt, 6 különböző iskolából, pécsi gimnáziumokból, szakképzőiskolákból jelentkezett 35 csapat erre a vetélkedőre, ami nagy örömünkre szolgál, hiszen kicsit féltünk, hogy a Lénauház felújítási munkálatai alatt ugye nem voltunk annyira aktívak, ami ezt a korosztályt illeti, de nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan jelentkeztek a mai napon. Az egyesületnek fontos célja, hogy a fiatalokkal is megismertesse a német hagyományokat és kultúrát. Programokat nem csak kicsiknek szerveznek, minden korosztály találhat kedvére valót. Szeptember óta egy új kultúrmenedzserünk van a Lénauházban, Jasmin Schneidernak hívják, ő Németországból érkezett, nagyon lelkes, és rengeteg új ötlete van, hogy gyerekeket, fiatalokat, fiatal felnőtteket hogyan lehetne a német nyelv iránt érzékenyíteni, illetve különböző interaktív, játékos feladatokon keresztül akár így heti szinten találkozni velük, és akit érdekel, akár rendelkezik német gyökerekkel, akár érdeklődik a német nyelv iránt, vagy szeretné a nyelvismeretét itt gyakorolni kicsit. Őnekik javaslom, hogy kövessék a Lénaunak a Facebook oldalát, mert a rendezvényeink, illetve ezek a különböző aktivitások, ezek elérhetők lesznek. Az Egyesület november közepére szervez 5 és 6. osztályos gyerekeknek egy Grimm meseversenyt. Ezen játékosan dolgozzák fel a történeteket, interaktív feladatok segítségével.